A Székely bácsi rákos lesz. Elmegy a fiával a kocsmába, mondja a haverjainak. Hát már nem sokáig iszogatok köztetek, hamarosan elvisz az AIDS. A fia csodálkozik, majd amikor indulnak haza, megkérdezi. De apám, nem is az AIDS-e van, hanem rákja. Persze, de így legalább egyik sem fogja összeszűrni a levet anyáddal. Tisztán látók? Avagy a felébredt alvajárók diszkrét bálja. I'll go chasing rainbows. Csoda történt. Két podcast adásom után Erdélyből, egészen pontosan Déva városából jelentkezett egy asztalos mester, akinek láss csodát, van egy saját profi rádió stúdiója. És ma átküldte nekem a rövid reklámspotját. Íme. Sziasztok! Itt a kézművesek kesergője, az Artisan Blues Rádió. Az Artisan Blues az a szabadságba nézés, amely valamikor a minden rabszolga álma volt. A hétköznapi alkotókról szól a rádió, akik kreativitásukkal színesebbé teszik a szellemi és érzelmi világunkat. A rádiót egyelőre egy személyben, a saját stúdiómban szerkeztem. Asztalosként keresem a kenyeremet, a stúdiót és a rádiót örömből tartom fenn. Nagyon szeretném, ha mások is csatlakoznának hozzám, hasonló meglátásokkal és érzésekkel. Én hiszem, hogy van hely számunkra is a média színes és széles palettáján. Hallgassátok szeretettel az Artisan Blues Rádiót az artisanblues.com honlapon. Vigyázzatok magatokra! Zseniális! Sziasztok! Én Fóger Frigyes vagyok, szabad filmes, és ez a Jeladó Rádió podcastje koprodukcióban az Egy őrült naplójával, amit ugyancsak én egy személyben készítek már jó pár éve. Ha emlékeim nem csalnak, akkor ott Déván, Erdélyben sok fiatal kamasz él, akiket anno, amikor megismertem személyesen, Tetterőtől és Jókeftől duzzadtak, és társaságokban nem csak a bicepszeiket mutogatták nekem a fiúk, lányok, hanem tök szuper videószpotokat, videónévjegyeket is készítettünk együtt, akkor ott, és úgy láttam, hogy rengeteg kreatív ötletük volt, úgyhogy Alex és a többiek, ballagjatok át, vagy hívjátok fel előtte Muzsi Attila, művész nevén Mucskoci mestert a stúdiójában, és alkossatok végre valamit együtt, aztán küldjétek el nekem, mert ha szeretnétek, akkor szívesen megreklámozlak titeket, és amilyen kreatívak vagytok, szerintem még pénz is állhat hozzátok a házhoz. Na de most kapaszkodjatok, kedves hallgatóim, különösen ott, Csíkszentmártonban, Balánbányán, Torockon, vagy Délvidéken, Tóthfaluban, és fenn Kassán, de persze ugyanígy a messzi Svédországban is, Nagy-Britániában, Kínában és Malajziában élő barátaim. Egy kedves borászbarátom, Gábor, küldött tegnap nekem egy infót, hogy Székelyföldön van egy tinédzser, akinek a YouTube csatornájára már 60 ezeren feliratkoztak. Mr. Originality / Csabika a neve. Mármint a csatornának. Lám-lám, tehát lehetséges. Úgyhogy szerintem nézzetek rá Csabika oldalára is, inspirálódjatok, tanuljatok ti ifjú titánok ott Erdélyben. Épp most hívtak a neten keresztül Magyarországra. Egy üzletember szerette volna megosztani velem egy élményét, hogy miután a korábbi Facebookos könyvajánlóim kapcsán felbátorodva elolvasta Carl Gustav Jung mester autobiográfiáját, ezért most felhívott és jelezte szerény személyemnek, hogy azért az ő számára akkor is Dr. David R. Hawkins könyve az etalon. Érdekes beszélgetés volt, ugyanis amikor próbálom figyelmesen hallgatni az embereket, ők
tapasztalataim szerint nem annyira figyelmesek az én irányomban, és nem ritkán előfordul, hogy olyan dolgokat, amiket én nem mondtam ki, hanem esetleg mások, azokat az én számba próbálják adni, stb. Stb. Hiába próbálom többször felhívni az emberek figyelmét erre is, de mintha meg sem hallanák, és ez igencsak fárasztó egy idő után számomra. A tapasztalatom az eddigi életemben az az, hogy a legtöbben csak önigazolást keresnek az életük kapcsán az adott pozíciójukra, és ha esetleg valakitől, mondjuk tőlem, valami mást hallanak, az bizony csuklóból hárítják. De akkor miért hívtak föl? Úgy döntöttem, hogy többé nem fogom megosztani velük a privát véleményemet, mert semmi értelmét nem látom, és tulajdonképpen ez nem az én dolgom. Legalábbis én így gondolom. Talán forduljanak szakemberhez, hiszen amikor fizetnek egy szolgáltatásért, talán jobban odafigyelnek. Mindenki maradjon meg a saját kaptafájánál. Zárójelben, vajon miért olyan érdekes egyeseknek odafigyelni az egy őrült naplójára? Egy ilyen bolond, szabadfilmes vegzálására. Elég sok kommenteket kapok az utóbbi években, privátban is. Sokan mondják, hogy valakiknek például az út Szepesmárián, Laocén, vagy Hambason, esetleg Steineren, vagy Eckhart Tollén keresztül megy. Ezek valamelyikük az aktuális etalon számukra, amikor is én erre kínomban mindig csak ugyanazt tudom jelezni, hogy a nagy bölcsek úgy tartották, legalábbis úgy emlékszem, hogy többféle út létezik, tehát sok különböző út vezethet el az igazsághoz. És desszertképpen ehhez még hozzá szoktam tenni ezt a saját kis huncut kérdésemet, hogy vajon, te kedves kérdezőm, járod-e a saját utadat? Vagy csak mások bölcsességeibe kapaszkodsz, igencsak görcsösen? Na persze, ilyenkor engem már sokan megutálnak, de muszáj feltennem a másik kényelmetlen kérdést is. Azaz. Drága feleim, nem lehetséges véletlenül, hogy vak vezet világtalant? Többetek tisztán látók példáit hozzák fel nekem, meg ilyen-olyan felébredt embereknek az életművét, én meg ezeket hallgatom nagy türelemmel. És mélységesen unatkozok. Nagyon unom már, hogy szinte alig látok manapság egyéniségeket. Csupán az elmúlástól rettegő embereket. De miért van ez így? Én személy szerint csak ott tartok, ott ragadtam le, hogy jobban kedvelem a tamáskodó, kérdezni merő, bátor materialistákat, mint az úgynevezett spirituális, jól lakott a mosolygó, lebegő spiri kísérteteket. Tudjátok, én már 50-en túl vagyok, elég sok mindent láttam, és az igazság, hogy kezdek fáradni. Bocs az őszinteségemért. De a helyzet az, hogy én alapvetően nem tudok semmit. És hogy tudnám én megmondani másoknak, hogy mi a frankó? Miért engem kérdeztek? Mondjam már kérem. A megoldás az lenne, hogy beszélgessünk egymással. Na de ugye, mint előbb is mondtam, az egy külön művészet lehetne. És amikor megkérdezik szerény személyemet erről, arról, akkor arra kell rájöjjek, hogy arra sem vagyunk képesek, hogy igaz figyelemmel meghallgassuk egymást, és eközben valamennyire megpróbáljunk eltávolodni a saját komfortzónánkból. Na kérem, ehhez kell a bátorság. De az én tapasztalatom szerint a bátor ember ritka, mint a repülő hal. Na ugye, ilyen szövegekkel lehet hangsebességgel csődbe vinni egy ilyen podcast adást, nem? Semmi baj, bátran iratkozzatok le erről a csatornáról, amikor nektek jól esik. Na de hogy is van az a székely vicc? Az öreg székely kegyetlenül be van nyomva, mint a rajszög, s a kocsmából hazafelé baktat, a szekéren bóbiskolva. Ezt meglátja a rendőr, s megállítja a fogatot. Bátyám, maga olyan részeg, hogy majd lefordul a kocsiról. A szerencsétlen ló meg csak megy a feje után, még baleset lesz belőle, mondja a román polícia.
Az öreg székely csak mordul rá egyet. Az olárendőr intézkedés gyanánt a következőket mondja. Bátyám, látva a jelenlegi állapotát, mit szólna ahhoz, ha most elvenném a lovát? Erre a székely meghúzza a vállát, s közli. Mit szólhatnék? Rendőrvejem még úgy sem volt. You told me I'm your anchor, I told you you're my pole. Through the wind and fire we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stops and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened, and all the books we've closed. Words just come together, story that we never... Na akkor evezzünk tovább. Bárhol is járok a világban, mielőtt a kamerámat előveszem a hátizsákomból, először mélyen a szemébe nézek annak az embernek, akivel éppen tárgyalok. Vagy amikor, mondjuk úgy, kihívásokkal teli írások vagy cikkek kerülnek a szemem elé, akkor a Google segítségével rákeresek a nyilatkozó fotójára, és jól megnézem a fizimiskáját, megfigyelem a tekintetét, amit épp a fotós elkapott. Ugyanis a régi, nagy görög kultúrában mondták az akkori tisztánlátók, legalábbis őtőlük jön a mondás, hogy a szem a lélek tükre. És ez bizony így van. Az utóbbi pár évben főleg Erdély bugyraiban merültem el a kameráimmal, és mindig igyekeztem az emberi tekintetek mélyébe leereszkedni. Aztán egy idő elteltével azon kaptam magam, hogy egyre többször kerülöm, főleg azok tekintetét, akik tisztelet a kevés vagy nagyon kevés kivételnek, a társadalmi ranglétre a felsőbb fokán állnak, legyenek például politikusok, jobbról-balról, vagy üzletemberek, vagy csuhások, stb. És szinte mindegyikük tekintetében meg lehet látni a rothadó posványt, a kénes gonoszság minőségét, ahogy eluralkodik rajtuk a tekintetükön. Még egyszer jelzem, a minőségét, nem az embert, mint gonoszt. Ráadásul ugyanezt sokszor a pozitívnak látszó, hurrá optimista, magukat megértőnek mutató emberek körében is többször vélem felfedezni. És én aztán feltettem magamnak a kérdést, Frici, lehet, hogy a legjobb úton vagy afelé, hogy becsavarodj? Na de ne feledjük, hogy ez egy őrült naplója. És ekkor eszembe jutott a brilliáns német értelmiségi Franz Alt szavai, amit figyelem, 1990. júniusában vetett papírra Baden-Badenben. A következőket írta. A rossz, mint a jó ellenpólusa, és nem csupán, mint annak hiányossága, Carl Gustav Jung számára valóság. Napjaink telt orcájú optimistáival szemben, akik politika, gazdaság és tudomány dolgában egyebet sem solykolnak belénk, mint hogy nyugalom, minden szilárdan kézben tartunk, ám a javíthatatlan pessimisták és apokaliptikusok ellenében is, akik a világ végének, akár még az évszámát is fülünkbe mormolják, Jung egy valós harmadik utat mutat nekünk, amely privát és politikai zsákutcánkból is kivezethet. Mindenki hozzájárulhat a világ megmentéséhez azáltal, hogy jobban ismeri önmagát, a benne lakozó jót és rosszat. A közép- és kelet-európai nagy átformálódások és nekilendülések azt bizonyítják, változás még a nagy politikában is akkor lehetséges, ha egy kisebbség tudatára ébredt belső erejének, önnértékének, és fölébe kerekedik a külső hatalmakkal szembeni félelemnek. Minden jóban ott lapul a rossz csírája, és minden rosszban is a jóé. Minden válságban esély is rejlik. Ez Jung végtelenül fontos üzenete az atomkorszak végén. Soha sem lehetett még akkora az egyes ember tudatos részesedése a közös sorsban, mint ma. A svájci pszichológus, a híres Jung a következőket gondolta a jóról és a rosszról. Soha nem szabad elfelejtenünk történelmi előzményeinket. Csak alig több mint 1000 éve a politeizmus legnyersebb kezdetlegességeiből pottyantunk bele egy magas szintű keleti vallásba,
amely a félvadak imaginatív szellemét olyan magasra emelte, hogy ez a mentális fejlettségi fokuknak nem felelt meg. E színvonal megközelítő tartása véget elkerülhetetlen volt az ösztönszféra kemény, messze menő elnyomása. Így aztán a vallásgyakorlás és az erkölcs kimondottan erőszakos, sőt, csak nem gonosz jellegű lett. Amit elnyomtak, az persze nem lesz fejlett, hanem a tudattalamban vegetál eredeti barbárságában. Szeretnénk bár, de valójában egyáltalán nem vagyunk képesek egy filozofikus vallás magasságaiba felmászni. Ahhoz legfőjebb felnőni lehet. A tudományos intellektus embertelen, s módjában sem áll, hogy más legyen, elkerülhetetlenül kíméletlen, ám bár a szándék jó. A legmagasabb csúcson sem leszünk soha túl jón és rosszon, s minél többet élünk meg a jó és a rossz kibogozhatatlan összefonódásából, annál bizonytalanabb és kuszább lesz morális ítéletünk. Eközben valami keveset használ, ha az erkölcsi kritériumot úcskavasként félrelökjük, hogy új kőtáblákat állítsunk fel, ismert példák szerint, mert mint mindeddig, úgy a mindenkori jövőben is a saját lelkünkön bosszulja meg magát minden elkövetett szándékolt vagy elgondolt igazságtalanság, függetlenül attól, hogy felfordult-e számunkra a világ, vagy sem. Nem igazolódik a teológia felfogása, hogy az Isten vagy jó, vagy rossz. Ő transzcendens, éppen úgy, mint a mémag, a selbst, ennél fogva semmiféle emberi logikának nincs alávetve. Bámulatos az a jelenváltozás, amelyet kollektív belső erők betörése okoz. Egy kedves és értelmes teremtés őrjöngővé vagy vadállattá válhat. Ilyenkor az ember hajlamos a külső körülményeket hibáztatni, de hát bennünk csak olyasmi robbanhat, ami ott van. Tényleg és szüntelen egy vulkán tetején élünk, és amennyire tudjuk, nincs emberi védelem egy esetleges kitörés ellen, amely hatókörén belül mindenkit megsemmisít. Minden bizonnyal jó dolog észt és egészséges emberi értelmet prédikálni, de ha ennek hallgatósága egy bolondokháza, vagy egy közösségileg megszállott tömeg, mit tehet ott az ember? A kettő között nem nagy a különbség, mert a bolondot ugyanolyan személytelen, elsodró erők mozgatják, mint a csőcseléket. Nos, a mai adásban megpróbáltam még jobban önkritikus lenni, illetve egy kis görbetükröt tartani magunknak, hogy kik is vagyunk, lehetünk valójában. És most végezetül, annyi sok év tekergés után a nagyvilágban, engedjétek meg, hogy megosszam veletek az egyik legfontosabb tapasztalatomat egy kérdés formájában. Lehet, hogy esetleg nem kellene saját magunkat annyira komolyan venni? Köszönöm, hogy ma is itt voltatok, vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra. Én Fóger Frigyes voltam, egy szabad filmes, most épp Európa legnyugatibb szegletéből.
draw mountains, endless sunsets, rivers and streams in my dreams. Blue skies, I see your eyes.